Hát sziasztok, itt vagyunk újra a Grim Dawn Co-op végigjátszásában. Köszöntöm újra Zsoltot, alias Lost Prophetet, hello! Hello, hello! És ajánlunk most egy Venetica, ugye? Így hívják játékot, mert ti fordítottátok, ugye? Dupán, még valamikor 10 évvel ezelőtt, 10 év hartájával, ajánlom. Ingyen adják Gogon, úgyhogy tessék behúzni, amíg van, jó kis tudsz. Nézemes srácok pontani. Jó kis akció RPG, TPS nézetben. Jó, mint ez, csak ilyen TPS-ben, nem? Aha, de mellékküldetésekkel, mindenféle. Tehát kicsit komolyabb ilyen szempontból, mint egy Diablo vagy ez. Na úgy értem, hogy... Hát nem. Kicsit ilyen meseszerűbb, de... Na értem. Kielvezhető. Annól nem kapott nagy felhajtást, meg nem is lett nagy siker, de... De elvezhető egy út. Hát most már biztos az, hogy ilyen meg nagyon olcsó napkák korábban. Főleg így egy jó pár órát azért bele lehet jönni, 10-15 órát biztosan. Ez a közötti lépés. Ez mi volt szint? Ja. Na, majd mindjárt elosztom, csak menjünk addig. Végre megöljük a izé Warden-t. Hát... Így az első fejezetnek. Azért tartok tőle, mert szerintem erősebb lesz, hogy ketten vagyunk, mert hát, kétségtelen, de kétszer gyorsabban is fogjuk leverni, nem parad. Ja. Az igaz, melyiket nagyon lassú volt leverni, iszonyat lassú volt. Hát én tudom, hogy mindig a üzletávolság jó volt, mindig szaladgáltam körülötte, aztán mindig ilyen hosszan tartó adásokat, azért fölgyújtottam, meg megátkoztam, meg minden, aztán rohangáltam körülötte. Hm. Én valószínűleg neked is majd azt kell csinálnod, jobban bírom hát így a... nem, hogyha te előtte ott tankolsz nekem. Én nem tudom, hogy hogyan tudok átcsapni a falon itt, de... Én át tudtam lőni a rusnyak is lyukakon. Mert azt hittem is, hogy valami tudod, ilyen láthatatlan fal, vagy valami tényleg. Hát ilyen lyukak voltak mondjuk, nem tudom mennyire van fizika a játék, vagy ilyen szempontból. De... Na itt egy pajzs. Vett feladta. Zöld pajzs, de hát nekünk az nem kell. Ja, elég gyakran dob. Én kaszálok. Kicsik, tényleg kaszálok. Na bár csak a milliókat kaszálnánk. Szerintem akkor viszont erre. Ne erre, visszafele, mert itt hagytuk. Nem, nem tudom merre tovább menni, de akkor viszont kimarad ez a rész itt, ahol most vagyok. De akarok inkább erre menni előbb. Igazából csak visszajöttünk. Hát, ja, mindegy, mert akkor visszajöjünk. Ja, hú. Tele vagyok egy kicsit. Jönnek le a... Pukicát. Szokgatok ittem. Ja, föntről is tudok lődőzni, nem kell nekem lemenni. Na nézd, ami van-e itt valami? Kisítom, hogy az utat nagy véletlenül megcsapjanak azt. Ajaj, jön a patkány. Sárga patkány. Az így sétél. Szeretem, hogy belassít. De micsoda? A lag? Hát itt nem, valami. Valami hülye állapothatás itt belassított. Megjönnek ezek a patkányok, lehet jelenti. Nézem a térképet, hogy merre kéne. Jön utánam, nem figyelek. Már erre mi van? Na, hát én néha a barátunkat ellenségnek nézem, szóval. Meg jó, hogy nem tudod véletlenül beszélozni. Volt valami játék, ahol véletlenül lehetett. Fuck! Tudod, mi tetszett a Dungeon Siege 1-ben, mert talán 2-ben is utána emlékszem, a Samarok. Összetes volt. Mondjuk, mert tudod rúgni is, hogyha az ugye közelharcból értek hozzá. Na, van egy page. De ugye a fő lényeg az volt, hogy lehetett vinni vele a cuccokat ezerre. Azt, amilyen izét találtam, csak ez rohadt sok fizika kell. Úgyhogy ezt inkább neked adom, bár cunningodat, tehát ez egy ilyen érdekes dolog. Nekem lenne jó. Meg sok armor, várj, nem veszettő? Mit? Várjam. Ezt. Még sárga, de... Hát akkor az már ott bukta. Ja, már neked bideződ? Hát már egy két órája legalább. Nem őt a játszunk. Úgyhogy ami sárga, az egyből mehet a izébe. Van a kukába. Eladásra. Á, titkos hely, mi van itt? Titkos hely? Nézem, van egy-kettő... Vagy inkább viszont... átjáró pontosabban. Hát, ez is... Ez is izé... Ennek két kezes, de gyenge. Ej, várjál, itt lehet, hogy erre van valami átjáró. Itt egy scrap.
Na, jövök, ott titkos hely? Csak az ennek a patkányok is. Aha. Tessék. Na most érve. Ja, ott állt ki. Megtámadtak, hogy akartam kört, jönni, csak... Tegyél egy kört, hogy a többi neked eldobotta valamit, tegyél egy kört. Ja, titkos hely. Hát még volt egy-két dolog, nem veszed észre ezeket a csillanó, titkos dolgokat. Hát és te sem vetted észre, hogy látom. Én se, de... Hát még kutakodtam mondjuk, de... Na, ez viszont neked való. Hát nézzük valami, mert páncél, mert vért. Ez. Hát, mennyivel vagyok előrébb? Meg ez is? Á, gyengébb leszek tőle az. Várj, nem ez az enyém, várjál, ugyan? Gyengébb leszek tőle. Várjál. Azt hiszem, hogy ez többet szivat. Nem tudod, mennyire jó neked, ezért odaadom, de spiritet ad. Akkor nem kell? Kezdjük. Ó, de hogyha megnéztettem, akkor eldobod? Hát, de eldobtam már. Nézem. Várj, hátul is van még valami? Nem láttam, hogy mi az. Fire cold damage. Varázslós, nem? Na itt is volt még valami. Na az a gond, hogy ezeket a csillámló... Ú, gyere vissza, itt még vannak ám. Scrap... Hát ja, ez inkább varázslósnak tűnik. Szétöttem vagy négy dolgot. Tehát ezeket a csillámlósokat nehéz észrevenni. Menjünk itt egy kicsit még lejjebb, mert kihagytuk azt a részt. Meg gondolod, hogy ez itt a vége lesz? Lehet? Hát, vagy nem ott a következő szintre le. Na úgy értem. Csak előbb ezt a részt akarom itt megnézni. Ezt az átjárót. Mert itt erre. Is van, ezt nem is láttam. Itt. Nézegetem itt a... A nagy pókok azok kicsit durvábbak. Írtam addig, amíg beléjünk nem csapok. És akkor fekszenek. Ja. Meg ez is fekszik. Egyébként nálad is ilyen füllet meleg van, nincs levegő basszus. Nekem itt van egy kis izé, akkumulátoros megszülátanom, aztán magadra fújhatom a levegőt, de most kellemes idő van attól függetlenül. Ja, kellemes grimdónos idő van, ja. Menjük el arra? Itt zárva van, akkor csak egy irányba mehetünk végül is. Hát meg ott van még az elején, tudom, amit ott hagytunk. Pálya elején. Biztos vagy te abba? Hát nézd meg ott a... nem messze a... Ha figyel, csak innen át tudunk menni. Talán várjál? Gyere! Kanyarodik arra, van, emlékszem. Hát úgy néz ki. Jó, nézzük meg. Úgy, ez a labirintus. Teleportálni is tudunk, úgyhogy nem annyira valami. Ennyi. Jaj, a teleporta, jaj. A portosával feküdnek, nem valami. Zsákutca. Megint. Nem. De át lehet innen, a jobb orról gondolom. Erre, akkor nézzük meg erre, de így se látok átjáró. Egy doboz, két doboz. Valami, semmi. Ja. Scrap az mindig jó jön. Megtaláljuk a 400 forintos eurót, valahol, ugye most már. Tudatosan hát mondhatjuk. Az dobálja ilyen, de jó ja, sokat. Ja, ja. 400 fölött is. Scrappet eladjuk euróért. Ja, ja, ja. Lehetne itt is ilyen váltóeszköz, ugye akkor. Vagy mint régen ezek nézd, a... Minek hívták a pengő, tudod? Trillió pengő. Trillió milliárd pengő, ja. Nem tudom mi volt az. Hol volt az a nagy infláció? Ezek. Még elékezhetünk. De egyébként kézzel beszélgettem lengyel kisfelősökkel, zenészekkel, és ott is olyan durva azért az infláció, hogy egy liter tej dupla annyi már. Durva. Na. Új, de ugye szemei... Nekem mondták ezért lengyel fejlesztők, hogy ott sem tejjel vajjal folyókán állban. Tehát legalábbis a nullás az átoldalapja. Szerintem amikor kint dolgoztam, akkor 5% volt. És az érződött is, tehát nem emelték fel. Nem tudom rá törni. Hoppá. Ennyi? Ez ilyen trükkös, van azt írt, hogy van valami, aztán semmi. De megnézem, hogy van itt valami. Semmi? Jó, van semmi. Ha. Na, van végül? Hát de hulla izé van. Hullajunk? Paraszt felkelés volt. Ja. De vannak ilyen fekvő hullák, ilyen mérgező hullák, aztán... Igen, amiből lett álló hulla, és ja. Utána megint fekvő hulla. Ja. Na jó lesz. Hoppa, mi?
Láda? Hát nem nagyon dobott semmit. Jó. Eladásra jó lesz. Most ebbe belemegyünk ebbe a... Hoppá, ez is titkos? Azt akartam itt titkos hely. Ja, jó. Három zöld. Nem tudom, te hogy vagy vele. Most már kéket dobhatnám, vagy valami. Lassan elkezdhetne dobni. Jó, hogy egy kasza, valami. Neked való is még valami extra skillt is ad. Hát, de meglátjuk, hogy érek-e valamit. Akkor ez is neked gyenge való? Leszek tőle. 200-al kevesebbet sebzek, ami nagy szó. Nem jó, nem jó, nem jó. De ott van még egy zöld néked. Félre is rakom, hogy akkor ezt se kezd eladni. Az se jó. Na hát neked mi se jó. Ó, viszont... szerintem ez jónak tűnik. Sok rezisztant fog adni. Még egy scrap. Mostában megint sok scrap van. Most próbálok szerezni olyan izéket, olyan páncélokat, meg öveket, ami sok rezisztenszet ad. Hogy azért ne az legyen, hogy beállok minden elé. Elnyelem a sebzést, aztán egy jön jó. Valami, ami nem csak simán fizikai sebzést okoz, akkor fekszek. Ja, most hogy vagyunk, hol vagyunk? Ja. Eltévedtem. Úgyhogy igazából kicsit bevállalom azt, hogy kicsit kevesebbet sebzek, de emellette kapok 20% ellenállást a mindenre is. Mi ez a... ez ilyen éter, de rengés van az ilyen zöld. Az ilyen zöld valamik. Mert lehet, hogy itt étert bányásztak. Hoppá, ez micsoda? Van ilyen kristály. Ó. Ó, csak bele kellett illesztened valamit. És már ugrottam is egy szinte. Na nézzük, mit tudunk ezzel csinálni. Ó, támad valamelyik rohadék. Gyere ide! Kapjuk erre, kell majd tovább menni. Na. Jó, hívtam a haverokat, mit szólsz? Na várjál, most nézem, hogy iszóhoz kell tolnom, várjál, mi ez fizikához? Na, és most már föl tudom húzni a szuper sapkát. Ami... és közben megnézem azt a másik helyet, amit ami ugye a jobb, de egy kicsivel kevesebbet szerzek, de hát 150-nel majdnem jobb az armor, tehát kérdés, hogy mit választok, nem kérdés. Ékás, hol van a haverom? Meg hót? Megcsapták szerintem. Várj, ott nem jobbra akartál menni? Ja, hogy először menjünk erre. De csak itt, ahol most vagyok, itt ezt a helyet te is kiejtel, úgyhogy gyere, jön nézz körül. Ó, mindenhol scrap van, basszus. Igen. Azt kellene fog jó pár helyre, úgyhogy nem árt, hogyha van dupla annyi. Felgyűl emlék. Sok mindent javítgatni, meg egy eveket. Ez beagadt, nem tudom mi történt, egy helybe futott. Még egy scrap? Ja, ez mi volt most? Hát csak így magától itt elkezdett ütni, akarnak tenni. Te is fekszel. Mindenki fekszik. Mondjuk kristályból is rohadt sok van, aztán a hány helyre rak. Ja várjál, most akkor kaptunk izét is, várjál. Kaptunk ilyen devotion, vagy jó? Újat is lehet kezdeni? Kezdhetek egy másikat? Mire gondolsz? Ability, fizika. Na itt ki lehet itt is kiegészíteni a fizikát mondjuk. Ha ott nem akarom a főágon, akkor... most a physical damage, az vajon az íjászathoz is hozzáadódik? Hát igen. Valószínűsítetőre. Tehát az minden, csak nem a, ami állapothatást okoz. Akkor lehet inkább a... ja, de várjunk, csak itt is van, fizikához ott legalábbis. De mit mindig, hogyha valahogy itt eltúrunk, vagy kiderül, hogy mégsem jó... na, mindjárt betudunk ehhez. A kombó, vagy az összeállítás, akkor jó pénzért, de újra tudjuk osztani. Ez mit csinál ez a kristály? Újraéleszti, erősíti őket, jönnek új emberek. Most ha szétlőjük, nem? Akkor megállítjuk azt. Ó, igen, a sok tökéter kristálya, az jöhet. És megint természetesen csak egy irányba tudunk menni. Ja, erre emlékszem, hogy sokat szívtam ezzel, hogy mindig le kell. Mindig bűnjük. Hát jó, hogy keresgélni kell egy ott kaput, ennyi. Nyomni. Ennyi bombi. Ott vannak a kis izék. Zöldkék, hogy miattak emel. Ja. Mini alien. Hát nem bizony megy az arcodra rá. Ja. Jó, igen, emlékszem, itt egy csomó ilyen kristály volt. Te is fekszel. Érdekes, ettől a sörtől csak még jobban melegem lett, basszus. Hát igen, alkohol. Igen, meg hát ez 6%-os sajnos. Igen, pálinkát, attól nem lesz meleged, ja. Ja.
Akkor csak okos vagysz, nem? Kihagytunk egy résznot, hogy mi az összvonat? Ne, ott nem lehet bemenni, nem? Akkor lehet itt valahol vissza lehet majd kanyarodni? Vagy lehet, hogy ki lehet nyitni? Nem tudom, elmenni, szóval vannak ilyen nyitó izeik, mechanizmusok. Ezeket a rohadt kristályokat próbálom kiirtani, mivel megidéznek, mint itt nem tudom mekkora hadsereget. Meg így ennek a föld alól is ezért jön a számra. Az is csak egy ideig, amik ezeket a idézőket, vagy nem tudom kiket. Szemköztársaság. Jó, ja, dobott is egy szemet. Erre elszerintem itt visszafele tudunk majd menni. Heppá! Ez durva, hogy ennyi ilyen kristály izé van. Kristálykoponya királysága. Még érdekes, hogy nekem az a film, mert nekem is voltak fenntartásai, de nekem például a legrosszabb Indiana Jones az a második szerintem. Az, amit nagyon horrorisztikus. Nagyon erős szerintem. És a tetszett neked az a kristálykoponya királysága? Nem azt mondom, hogy tetszett, csak hogy nálam a második az még kevésbé, ugye az a horroros rész. Kicsit másik az első. Ja. De azt leismerték, a készítők is kicsit túlmentek a dolgokon. Kis gyerekkel azt megnézni szerintem az durva. Na mi van, itt hagytál ezekkel a dögökkel? Aha. Nem csináltam, én már bejöttem rég. Mégis megoldom. Vagy csak itt hagytad a dögöket a bejáratnál. Hagytam neked is XP-t akarsz. Legyen, hogy utolérjen. Egyébként az osztódik, nem? Gondolom én. Mert én már mindjárt 22-es vagyok. Hát még csak a felénél ja. Vagyok. Nem beindultál. Van valami XP-nővel jössz ki? Azért mondom, hogy hagyom egy kicsit utolérje. Van még XP-nővel jössz ki, is van, mint a hírózva vagy? Hogy? Nem tudok róla. Nem hiszem, ha csak valamelyik páncél vagy fegyver, ja, nem szóval adni szerintem. Hoppá, itt a laboratórium, itt is vagyunk. Mennyit vissza szerintem, mert... Visszamehetünk eladni mindent? Igen, mert majdnem tele vagyok. Jó van, úgyis kell lenni fog későbbre, mert... De tele lett torva majd tudszok. Nem kell. 78-as kék sisak gondolom nem kell, mi? Na most kék sisakon van. 198-as kék sisakon van már, úgyhogy... Hát igen, nekem is, mert ugyanazt találtam. Hát nekem ilyen nem van. Ott van az a... Vaj, ezt még ledobom neked, mert azt nem tudom, hogy elérem-e. Ezt azért nézd meg. Ja, meg ezt is, de gondolom ez nem kell neked. Ezeket nézd meg esetleg majd. Beraktam chatbe a kék nevét, ha ráviszed az egeret, akkor látod, hogy milyen sisakon van. Ja, akkor nem ugyanaz, ja. Bár amúgy meg tökre kék, 198 minden, csak hát nézhet. Hát hogyha olyasmi lenne, ami mondjuk villámra ad pluszt, és nem pedig tűzre, akkor előrébb lennék vele. Ja, de sajnos ilyen szerencsém nincsen. Na itt van egy zöld 104-es páncél, amit lehet venni. Jó, jobb fegyver nincs, azt nagyobb esélye fogok inkább találni majd, mint... Közben megyek vissza akkor. Én is csak gondoltam. Küldünk nincs, ugye? Itt leadhatunk. Micsoda? Küldetés. Oh. Ez ki a franc? Jé, itt van ilyen salvage oló, az mire is jó? Ilyen új karaktered, szerintem nem volt itt. Be lehet rakni egy tárgyat, és akkor kiszed, hogy raksz bele a szoketeket? Meg, ja, szoketet, gemet. Gemet. Én még nagyon nem szorakodtam vele, mert még eléggé alacsony szinten vagyunk, tehát nem olyan gyorsan tudunk ütét, tudod. Úgy jó. Na innen már nincs messze a border, mert a laboratórium végén van, nem? Yeah. Főgenya. Hát innen már annyira nincs messze. Laboratórium. Igen, emlékszem, ez kicsit kirázott ideig. Az a laboratórium engem még régen. Tessék, sok XP. Találtam két ilyen olvasható valamit, aztán... Ajne, hülye, izé, mérgezős mértégek. És szemek sora van. Huk. Hopp, a szemek azok nagyon szivatnak.
jövök. Na, megöltem őket. Be, körbevettek a izék a csúkítszer. Így, tessék, még egy kis iszté. De tényleg elég sok szöveg van a játékban. Magyarul lenne, akkor még talán elolvasnám egyébként. De már nincs erőm, így is a Pillars 2. Hát, meg nem is legegyszerűbb szövege, amennyire néztem, tehát nem a... Meg így is a Pillars 2 szinte félig lefordítom az Avernumot, úgymond, mert minden szinte, majdnem minden lefordítgatok, tehát belefáradok így is munka mellett. Illetve hát most éppen keresés mellett, de hogyha... Na, itt egy scrap. Pedig nem tetszik nekem az IKEA-s asztal. Ja. Nézd, valami titkos. Ja nem, azt hittem, hogy be lehet menni, de IKEA-s asztal. Esetem. Nem megyünk följebb, itt hál' Istennek csak egy irányba lehet menni. Nincs kavarom. Ilyen masszívabbak a zombik viszont, úgy látom. Masszívabbak. Jó, ne felejtsd őket, elolvasom. Gyorsan olvasok, mint látok őket. Nagyon durva, ezt nyomod, fejleszted is ezt a skill-t? Ajajajaj! Ja, itt egy boss egyébként mögöttünk. Látom. Most feltétlenül megyek, hogy megállítom az ajtóba, aztán nem megy innen sehova. Na hajjál, csak bírja az ütéseit. Gyere ide, gyere ide. Meg ilyen, bírod a tüzet? Ether corruption. Csak sárgákat dobott, basszus, dobott sárgát. Hát nekem is egy zöld volt csak. Aztán mennyi olvasni való? Jaja. Hát még aki el is olvassa, nekem csak XP. Ja. Biztos borzasztóan izgalmas története van. Nem, általában úgy nem valami jó, azt mondják, tehát nem az érdemes. Tehát a Diablohoz képes sem olyan jó elvileg a sztori. Bár aztán ki tudja, mert nem olvastuk el, úgyhogy... Még az elején egy-kettőt annól elolvastam. Mennyire én észem, nem nagyon olvastatja magát a izé szöveg, úgyhogy... Állítólag nem. És azt olvastam sajna. Na megint egy zöld, egykezes kard. Megyek fürdök egyet ittem. Oh. Az ágytál, hogy mi a tököm ez. Amulett hova lett? Semmi. Rámegyek viszont a sebzésre, mert ugye nekem kell azért én lövészként. Csak olyan sebzésre mennyi rá, amit tudsz hasznosítani is. Persze. Elektromos, illetve... Vagy átállt a villámról valami másra. Azt egy szős lassítjába kérni akartam. Labirintusos ez a hely most. Ajjaj. Keringőzünk itt körbe-körbe. Ha, érdekes. Mikor volt lighting damage. De ez annyi cunningot ad meg old damage, hogy inkább másikat húzom fel. Most várj. Ha nagyobb esélye okozol izét, kritikus sebzés az hasznos. Ja. Na várj, most hogyan? Arra kell menni? Amit csak felfedezem, mert szerintem gondolkozom, kiadjuk ezt a részt? Ezek szerint? Jöjjön uram erre! Haladunk följebb, fölfele! Kicsit ilyen szürkébb ez a környék. Ott le van zárva, mert miért is ne? Ott fent? Aha, ott van egy térkép szerint is egy ilyen szikla, vagy hát pontosabban akadály. Na várj, az oda megyek, mert én nem láttam. Ja, mennyi pénzed van nekem? 83.500? Micsoda? Pénzem van. Nekem 103. Hát, az se rossz. Ja, most már az is a fő feladat, hogy jöjjük meg a Warden-t. Ez egy Warden Krieg. Ja, ez a Krieg az nem királyt jelent, hogy várat, vagy német? A Krieg a neve ebben az esetben. Ja, Julian. Olyajajajajaj.
ezek ilyen elit lények voltak. Lehetséges, hogy németül kinek jelent, nem tudom. Hát kicsi, a készítők azok milyen nemzetiségűek, hogy... Meg nem mondom, amerikaiak talán. Úgy rémlik, hogy amerikaiak. Iron Door, vagy ami ugye maradt belőle és átszerveződtek. Tánkvesztesek. Mondom, úgy rémlik, hogy... Mi van erre? Mit hajtóba? Mit hajtóba? Vártok az ajtóba. Na dobott egy zöldet. Zöld gatyót. Hú, ez neked való. Ójjaj, van itt. Ójjaj. Ójjaj. Neked való gatyó. Igen, meg neked való ide, ott a maverokat nézni. Nézzük mekkora van. Jaj. Ennyit rúgunk. Szeretem egyébként, hogy egy nagy csoportban vannak, akkor lehet rájuk nyomatni egy területre a tó. Szaroságokat. Na, szedd fel azt az őt. Nagyon jó cuccot. Ja. Betelítődünk elég gyorsan, bakker. Hát ezért kell csak a zöldeket felszedni, nekem most nagyon sok helyen van még. Ha mondjuk, ha majd lesz több helyünk, ugye? Ez a második extra. Nem fog ártani, akkor nem kell gyakran visszahangálni. De tekintve, hogy mindig van egy ilyen személyes teleportod vissza, honnan egybe vissza is tudsz jönni, anyja, nem. Nem gáz, tehát nem az van, hogy akkor fél órát rohangálnod kell vissza, tudod. Hogy megszabadulj tőle. Még egy scrap. Hoppá, zöld gyűrű. Nem jó. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy rakok az én kis izémre. Na. Jövök, csak közben beraktam még ezeket a szoketeket is. Fejlesztettem a kis petemet, meg látjuk. Na milyen volt az zöld cucc? Micsoda? A zöld cucc, milyen volt? Tudod, kidobtam. Nem jó. Nem tudtam használni sajnos. Erősebb cuccom van jelenleg. Most csak erre tudunk menni, ugye? Nem csak erre tudunk menni. Mellettünk lévő rész, de szerintem vissza tudunk ott kanyarodni majd. Na, egy zöld fejfedő. Ugye kívok mindenki, titri. Gyertek már? Az a baj, az összes ilyen totál lassú zombi. Meg itt van kristály, vagy nem látom, jól láttam, vagy nem? Hát itt van az idézőstök, ez amit most kiirtottunk el. Valaki valami dob, nem dob semmit? No, azt a már oda csapsz. Ja, kaszával. Hát mindig az a kaszán. Ja. Bízom benne, hogy a bolt dob majd valamit. A baj is. Lájt, most hogy vagyunk? Hol vagyunk? Ja, így. Most már megint mehetünk föl, basszus. Itt egy bolt, gyere, haver! Ez mi volt? Ki lehet a rohadék? Lehet. Vagy olyan, vannak olyanok, akik azt jelenti, hogy megölöd, aztán még van egy fázisa. Hát ez nem dobott olyan semmit. Nekem zöldet dobott. Zöld vagy jó volt, nem tudom. Erre vissza tudunk egyébként menni. Hogy? Megnézem, hogy erre mi van. Fire resistance. Na dobott egy zöld gatyát ezt esetleg. Várjál nekem mennyi zöld van. Nem tudom. Azért nézd meg. De lehet, hogy én is tudom majd használni. Nem jó? Oda tudom adni neked, ez nekem nem jó. Adjam? Nem kell, annyit tele vagyok, úgyis add el maximum. Erre visszafele tudunk jönni még. Várját arra nem voltunk. Várját arra csak azt hagyjuk hátul egy részt, nem? Most azért megyünk erre, hogy... Aha. Living quarters. Már nem itt hagytuk, hanem ott hátul. Vagy ott azt megnézted? Nem tudtunk más mere jönni, tehát hogy... De arra fölfele kell majd menni. Tehát nem erre van a további utást jelentő út. Na, megyünk. Living quarters, ez a háló körlet, nem?
A háló negyedje. Háló részleg. Ő lehet tudni, mikor futok bele valami jó kis boltba, vagy ládába, vagy bármibe. Zöld, izé. Na ez viszont neked jó lehet. Zöld, miért? Honnan jön ez a rengeteg dög? Ki idézi ezeket? Senki? Úristen, mennyi értelem. Nézd meg, nem tudom, hogy jó-e. Majd mindjárt, csak éppen. Fizika és font nem elég, de nem áll. Na de hoppá, hajjá. Na nézzük. Ó, jel. Lightning damage. Á, nem gyenge. Gyenge? Hát, gyengébb lesznek, hogyha felveszem. Á, hát is gyengébb leszek, hogyha felveszem. Nem csak egy-két dologban, nem sokkal. Itt azért tapizom a falat, de nem látok semmit. Hát itt ennyi volt. Tapizol a falad, de... Ja, hát nem tudom, hogy itt mennyire szokott előfordulni, tudod, ilyen kilőhető fal, vagy ilyesmi. Ja, titkos hely? Azokat nézem, aha. Há. Fölrúgom, és azt mondja, hogy há. Ja, még arra is lehet, mert ezt nem is láttam. Hát erre van a továbbítás. Ittem fölfele. Fölmehetünk majd még a bossra, ezzel az se terül leszek. Jó van. A bosszán is bántok a közöttéken. Kicsi a rakást játszunk. Ja, hogy ott van egy izé basszus, egy ilyen... kristály. Húha. Bár se tudok kitni, de kis... ja, itt van még egy, azért jönnek ennyi, de kristály van. Hagyom a haverokat, hogy bírtadik. Vagy 10 kristály. Azért jönnek ilyen sokan. Hát itt egy boss. Jövök, jövök. Bírsz vele? Há? Nem. Hát legalábbis úgy, hogy meg ott vannak mellett a többiek. Elővarázsol emberképet. Elővarázsol ezt-azt. Na, átszörünk. Egy zöldet dobott. Na viszont nem menjünk föl, mert tele vagyok, basszus. Ez lehet, hogy neked jó, azt kidobom. Van a boss egyébként majd. Na, arra szedd föl, mert neked való. Menjünk, visszaadjuk el a cuccokat. Jaj, mert tele vagyok, mindjárt. Nincs más itt? Azt mondod? Hát te talán erősebb leszek? Jó. Itt lesz már a boss? Igen, ha visszajövök egyből már csapatjuk is a bosszot. Hát a függően, hogy meddig tart a boss, egyszer kétszer megcsap, vagy meg pártól megcsapatjuk a boss, hát adok valami út. De én úgy tudom, hogy a boss az nem éled újra. Minden újra éled, csak az nem itt. Vagy rosszul tudom? Mondod? Lehet, hogy rosszul tudom. Nem, lehetséges. Épp ezért állítól, ha jól emlékszem, de észre lehessen, mert ugye a Diablonásokon csinálták ezt. A Diablona újra élednek. Igen, azt mondom. Hát aki direkt az én nem. Az az egyik legjobb dolog benne. Ja. Na most meg kéne néznem, hogy van-e olyan tudszom, amit már föl tudok venni a... Szóval szóval kicsit, majd ezt darabom, mert... Van-e kezdte olyan?
Küldit nem csináltunk továbbra se. Mert most csak ez az egy küldik van a boss. Nincs semmi más, mennyi a szivatásod most? Minek? Én 642-től 1636-ot szivatok. Stun Jack az 280-tól majdnem 400-ig. Meg 1236-tól 2248. Amit a képességek legalábbis. Ja, a képességek, mert az alapsebzésem most csak 122-650. Az alapsebzésem nekem 426-tól 875-ig. És akkor a fő tudom, amit használok, az meg 1236-tól 2248-ig. Hmm. A minden igaz. Mert itt hagytunk egy izét? És akkor van ez a nagy villámos csapásos akármi. Na, hol vagy? Vagy. Jövök vissza, itt vagyunk. Na, itt a... Járat, gyere! Várjál, hogy itt rendezgetek. Nem tudunk kijönni, úgyhogy úgy kell, hogy ja, csapni. Nem tudunk kijönni. Gyere, haver! Ujjaj. Ú, ez varázsol is ilyen, de ez öker? Úgy tűnik, lehet, hogy módosítottak rajta, nem emlékszem ezeket. Ha vagy lehet, hogy itt most ketten vagyunk, és meglepett is vendégek vannak. Ugye, még tudom, már 10 párt, talán. Ja, igen, mert az elején azt mondom könnyű leverni, aztán utána már. Na, egyelőre nem olyan nehéz, aztán mindjárt átalakul. A kék, zöld, akár, mint a vigyázzá. Igen, igazad volt sajnos. Láttad a jövőt. Igen, nekem is vigyáznom kell. Ja, ezt kell kikerülni, ezeket a izéjait, nem? Igen, ez amikor mindig ilyen a földön húz egy ilyen nem tudom milyen sugarat. Diablónál is ez volt a... Lebémít, aztán még oda megy közel, az úgy belég csapéten. Ez is durva ez a... De? Vigyázzál! Ha is elég jól szivatjuk, a skijjaira kell vigyázni. Ajaj, ezt bekaptad! Jajjá. Oh. Dobott egy kéket, de egyébként semmi más igazán. Értelmes. Ahhoz képest. Nem egy olyan nagy valami. Ez mondjuk tényleg durva. Mi legyen, csináljuk azt, hogy lépjünk ki. Gyorsan fussunk el még egyszer, és csapjuk el még egyszer. Ah, mondom, de lehet, hogy nincsen, meg kell nézni, mert... Várjál? Pillanatra. Nem emlékszem, hogy ezek csak egy shotos botok. Biztos vagyok benne, hogy ezeket többször is meg lehet csapni. Epic egykezes fejszét dobhat meg. Na, dobott egyet? Na. Nem, nézem, hogy miket dobhat. Hát elég jó cuccokat dobhat. Feltétlenül nekem valókat, de... Nézd meg esetleg ezt a gatyát, de nálam eléggé csökkenti na, a sebzést. Mondom, kínáljuk meg még egyszer azt, hogy... Gyere, hogy akkor kilépek. Csak utána gyorsan a teleportó ide szaladunk, és akkor nem állunk le harcon, nem csak ide szaladunk. Uh-huh. Jó? Ja, csinálsz egy teleportot? Hát, most kilépek. És akkor én maradjak itt, vagy hogy? Hát tekintve, hogy én vagyok a szerver, nem igazán tudsz benn maradni. Ja, hát igen. Na, visszalépek, és akkor joinom meg rám. Még rám gyógyulnodsz, addig én odafutok és nyitok neked egy teleportot. És akkor nem kell neked is végig szembenned azt a részt. Én közben elindultam, mert ugye
Fölfedeztük már ezt a szart. Akkor nem kell ugye mindent még egyszer végig taladni. Ó, mondjuk itt van egy bot, lehetni megtapom. Na várj, itt van egy... Jaj, akkor ami nem menjek be a kulcs, vagy kulcs... Gyere, csillan. Nyitottam neked egy teleportot, úgyhogy gyere csak ide. Mindjárt meglátod, hogy mi van itt hallod. Van itt minden, még érd meg, mi van itt. Meg egy ilyen miniboss. Aha. Nem nagyon van ellenállás, nem úgy érzem. Azt az ilyen erősebb, mint a nagy boss. Ugye belepusztulsz. Csak a bosszért jöttünk. Ja, menjünk most inkább azért a Warden csapjuk. Gyere. Oda taladok, hogyha úgy gyorsabb vagyok, úgy tűnik. Na, érdekes. Ajaj. Ja, mondjuk ezeket a bosszokat pont útba esik. Híró, ó, dobott egy kéket, meg egy zöldet. Hát, még legalább nem barnát. Ja. Egy sárgát. Hí, mi van itt, bassza meg? Jaj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 
Gyere, menjünk tovább. Elérjük a izét, Warden. Kék öv. Ó, zavad, már előrébb vagyok. Húzod magad után az egész baráti sereget. Ja, megint egy boss? Hát, figyelj, hogyha ma útba esett, akkor csak így hátrobban jól. Érzi a mini boss. Boss az előttünk van. Hát nem dolgott semmit igazán. Hát, nem értelmes. Ja, csak sárga. Liter kristályt. Eladni jó maximum. Láda is van itt. Na, dobom a kék izét. Ah, itt egy zöld. A mobile, hát nem tudom mennyire lesz nekem jó. Fire and cold damage. Nem, az baj, túl sok izé rezisztanszot vesztenék. Francba. Na, itt még van egy kristály, az ő is. Egy csomó set itemet, azt találtam kicsit. Milyen szetitem az melyik? Nekem olyan van egyáltalán? Volt itt egy szetitemem, aha, például ez. Ja, ezt még esetleg megnézheted ezt a gatyát, de... Nem, az a baj, azt is tűzre kellett volna rámenem konkrétan, vagy nem. Miért? Tudom, mi de mindig csak a jarakat találsz? Na, akkor mégis újra éled. Ha lehet, hogy akkor Petofix-zállal kevertem, nem tudom már. Vagy azóta változtattak ezen.
Mert valamelyiknél volt ilyen, azt tudom, nem a Diablo-nál. Új, már így is tudja az első szinten. Mondjuk így nem olyan erős, mint a következő. A képesség. De ez egyébként ez élő halott? Vagy ember? Vagy mi ez? Nem tudom, páncélban van. Ja. Itt a lore biztosan leírja, hogy... Meg az ki, hogyha nem orvos ellen kell, vagy lehet én ha már laboratórium vagy olyan kutató, mert ez egy konkrét őr, de nincs itt az orvos meg a kutató. Már sokszor által azokat kell ölni. Egyelőre még majdnem könnyebb, mint az előbb. Mondjuk így áll egyet szerintem. Annyi italunk már tért, hogy ilyen 100 valamennyi. Jó nagy kihívás, mint. Ilyen nagy kihívás már régen volt. Ah, dobott most egy kéket. Oké. Hopp, ebből az ötből itt az mennyi ki. Hogy? Ó. Kék izé, nagyon jó cucc. Ó, most már két. Ja, hát ez ugyanaz. Kidobom neked, mert ez már megvan. Á, nekem izét, nekem most ilyet dobott, nekem ez tökéletes lesz. Miért? Most jobban dobott vagy? Hát 30-ot ad a fizikre, 28-ot ad a fizikre, 19%-ot a lightning damage-re, jó lesz az! Jó lesz az! Akkor ja, láda, akkor lehet, hogy láda, nem? Ja, vagy az, az is visszajött? Láda, az egy csotos csak, tehát az egyszer van ott. Ja, akkor lehet, hogy az a kevertem. Akkor mehetünk vissza a városba, és akkor megjavíthatjuk a csudiót. Mit kell megjavítani? Ja, a hidat, igen, igen. A hidat, aha. És akkor itt nincs is már ilyen, hát még az az egy-két ilyen dinamitos hely van, nem? Van a híd utáni barlangba, híd utáni barlangba, meg ott fönt valahol. De azok ilyen magas szintűek, nem? Micsoda? Azok a helyek. A... Igen, amik a dinamitos helyek mögött vannak jelenleg. Most már is 100 fölött vagyok. Ezért azt a Taint the Brain Matter-t, azt ne add el. Micsoda? Azt a csöpögős zöld agyat. Mert azt nem is lehet, nem? Vagy el lehet adni? Szerintem el lehet adni, biztos tudod venni, de ne add el. Ne, hát látszik is a lilával jelz, ezt nem adom. A ízéket, a set itemeket azért megtartom, hát ha összejön majd belőle valami. Kérlek visszamegyek, behagyom egy... Tudod. Bedobálom. Jaj, tudod is le is tudjuk adni. Mhm. 23 szint kell ehhez. Hány küldit adunk le? Na, egyet leadtam, és utána beszélni, és akkor fölvettem egyet, hogy meg kell javítani a időt, de hát az mindjárt megvan, csak hoznom kell oda időt. Most már azért nehezebben ugrunk. Szinteket. Van 142 izém. Gyógyíthalom, nem tudok vele mit csinálni, annyira nem sebződök. Ja, nekem is, nekem 156 van. Na. 69 zöld. Most jönnek majd azok, amikor már tényleg oda csapnak nekünk. Na, basszus, elfejtettem. Várját, meg tudom javítani olyan? Amit kell megjavítani, másikat kell megjavítani. Nem, menjünk még esetleg az első... ...izéig, jó? Hát inkább a másodikig kéne, mert az első az pont itt van a híd után, ugye? Ja, na, hát akkor... Ja, még jó, hogy hoztam magam a scrappet, de jó. Nálad van? Persze, dögivel. Hát, pénzben nem drága, csak 3000-et kell fizetni. Mindig aha. Majdnem 100 ezeren maradt. Igen, még hogy valahol itt van egy...
lehet, hogy... Na. Azért gondolom, hogy nem, mert a híd mindjárt itt van, mindenki raknának oda egy... Érteni. Ja, arra emlékszem, hogy itt sok lövős van. Ezek igazából emberek, úgy rémlik. Igen, főleg emberek, ja. Nem sok, nem a sok gombi. Ő a változatosság. Bandita. Meg izék vannak, vaddisznók, azt hiszem. Ja, vadvilág, amit megtámad. Magunkra halagíthatunk egy új frakciót, szerintem. A vaddisznókat. Éjjel. Ilyen hangot adott. Szóval azt mondom, ameddig eljutottam, itt nem találtam annó kettő vagy a felé legalábbis ilyen speckú dinamitos helyet. Ugyan volt egy kelet dinamit, de az csak a sima továbbítás, tehát nem ilyen eldudott. Van egy hely, igen. Azt a itt lent lett, ahol aztán kelet dinamit. Igen, de az a továbbításhoz kell igazából. De tehát nem ilyen titkolt hely volt. Az tekteiben viszont voltak olyanok, ugye? Ja, tehát azzal mutatják be, úgy emlékszem, hogy ja. Egyszer kötelezően mutatjátlan adott helyen. Igen, igen. Utána majd végig kéne ezt találnunk, mert nem emlékszem a régi helyeken, ahol voltak ezek a dinamikus helyek. Azokat is kikapkodnál. Mondom, a híd után volt, mert nem mondom ott, hol melyik hídnál. A híd után, mert a barlangban, igen, híd után. Jaj, Istenem! Ez az egyik boss. Ez boss? Nem láttam. Elkezdtem hát, így. Hát nagy tűzben van azért. A lényeg, hogy ne hallj meg létkül. Ja. Mert akkor mi van a nyújt, hogyha... X-féle vonás, vagy... Ez mi van, meghaltál, vagy mi? Nehogy. Ez volt egyébként egy túl, amit ezt a sávot jelent. Ja, már nem dobott semmit, meglepődtem. Nem dobott semmit. Ja, már egy küldetés, akkor már nem is dob. Gyere, jó láda. Jövök, mindjárt csak érdek. Ó, van itt minden. Jönnek be, ó, tehát egy zöld, két zöld, két három sárga. Ék, de ez micsoda? Ez lehet, hogy jó neked, figyeld? Igen. Ó, még egy zöld. Nézd meg, hogy kellene neked. Ez neked megvan? Ja. Jó vagy már megvan? Ugyanez. Ja, jó. Ne, elég sokat, elég sok ilyen ugyanolyat találunk. Na várj, tovább viszont neked való. Nézd meg. Pirománkodjál itt már. Van ám neked való, ezeket nézd meg. Jövök, csak itt pirománkodtak. Pirománk. Meg ez is? Ez a kettő. Gyengusz. Sajnos. Balra vagy jobbra? Mint a módjába kérdezik. Persze erre lemegyünk itten. Szóval lesz egy ilyen tábor vagy nyatök. Már látom, csak még itt körül akarod itt nézni itt lent. Na itt hagytam egy izét, várjál. A kedvencék, ó, oh, de gyűlölöm ezeket a darazsakat meg. Az is van. Hát gyere, meglátod, van itt minden. A darazsak, meg a rendben. Nem emlékeztem. Mi vérzést okozva, ha jól emlékszem. Na, mire ide érsz, addigra már izé? Már kiirtottam mindent. Vaddisznók nincsenek? De itt vannak, ahol én vagyok. Tárarárará. Vaddisznó vadászat. Itt vannak a haverjaink. Ha már Pesten is vannak, akkor itt is vannak rejtene. De mondjuk vicces, hogy a vaddisznó dob ilyen izét. Aztán a titán kezdve ne ritkán dobtak ilyen tárgyakat, mert ez hülyén néz ki, hogy a vaddisznó. Ha csak le nem nyelt egy egész... fejszét, vagy nem tudom. Rengeteg ilyen ékkő darab, meg ilyen reggelire. Vannak ilyen óriás vaddisznók is egyébként.
Na, kasza. Van egy bánya, azt mondom. No. Itt lesznek bányák, arra is emlékszem. Ja, valahol lesz. Erre kerülök egy kicsit. Valami sárga vagy kék jelek vannak, az mit akar? Igen, ott van a tábor, ami jobbra van tőlünk. Lehet, hogy ott lesz a... portó. Itt egy vaddisznaj. Hm? Ja, igen, ez a, az a csávó, várjál. Küldi? Ne beszélj még vele, meg kell néznem, hogy hogy lehet, hiszen meg lehet menteni a izét, a családját, csak ilyen idétlen beszélgetés van vele. Én meg akarom nézni, hogy hogyan lehet megmenteni a családját. Ja, ugye a beszélgetéstől függ. Vele, akkor fölgyújtja a házat, és benn van a családja. Ja, úgy lehet, hogy én véletlenül azt választottam, mikor. Olyan ennyi a nagy izé. Mi az? Nem sikerült vagy? Meg volt, ennyi volt. Visszamentek, majd találkozunk velük a izén. Devil's Crossing? Egyébként csak a Devil Crossing ilyen főváros, utána nincs is más, vagy? De lesz még, ez most csak így ilyen tábor, majd meglátod, lesznek ennél nagyobb helyek még. Mert egyet tudom, hogy van egy kisebb hely itt, valahol nem lesz majd. Az aztán majd harmadik vagy negyedik fejezetben valahol lesz, hogy meglátod, hogy ilyen rohadt nagyobb. Nem azt mondom, hogy rohadt nagyobb. Odáig nem jutottam el, úgyhogy. Ilyen hábe. Bizonyság. Ó, hogy a faigálott formában. Vigyázz, de nagy meghallja, fele HP-t levette, ahogy látom. Na mi, ez valami étel itt dob? Ugrottam szinten, ha rakjuk ízbe a dolgokat. Pacs! Megnézem erre mi van, semmi nincs, Semmi nincs itt semmi. Mi van? Csak ugrottam szinten. Devotion-t azt el kéne pakolnom valahol. Nincs edent? Devotion. Majd ott hagytunk még jobbra egy részt, nem? Az elején. Hát ez? Nem ott hagytunk egy részt? Ide menjünk vissza? Ó, hagytunk, nem ott hagytunk. Én nem hagytam legalábbis semmit. Ott az elején. Megvárlak. Na, ja, akkor lehet, hogy csak nem voltam ott. Jep, lehetséges. És oda kinni valót, amíg visszatalálsz ide. Itt oda a ház mellett, ahol sok cucc volt. Ja, hát ez egy zsákutca. Micsoda? Egy zsákutca. Ja, hát ami ott fönn volt, aha. Gyorsan felszaladtam. Jó, egy tó van mellettünk. Na most merre? Főfele vagy balra? Erre itt van még egy küldetés. Ittem. Nem mit? Nem tudom, mi van itt lent. Cuccok. Gondolta volna. Hm.
Hozom a haverokat, figyel. Disznója? Volt egy óriás disznó bal oldalt. Volt. Nem, ott van még. Jó nekem jött. Onnan volt. Ja, most már igen. Meg itt vannak ezek a gulemek, jajjaj. Ja, ezeknek erős a dobása. Sajt, tényleg kivon halált, és fejtettem, ami van. De az a skill, vagy valami varázslat? Micsoda? Haver. Hát ez skill. Azt a gyengébb, ez érdekes. Na akkor is akkora differencia van, hogy föl kell, ja, akkor nem tudom használni. Igazából még nem tudom. Na most merre, jobbra, balra? Hát itt van egy lejárat, azért várok, itt le tudunk menni. Fölfedezünk úgyis mindent. Ha már itt van szem előtt, akkor menjünk be. Jaj, itt ellemek kedvenceim. Ja, igen, emlékszem, amikor egyedül voltam, néha úgy megszenvedtem velük, hogy valami ilyen. Hát, hogy előre. Viszont kezdett tele lenni. Lesz boss is, ha jól emlékszem. Hát, hogy lesz. Legyen így. Egyébként, mert nagyobb esélyt állnak valami jó tudszatáma. Ja, persze. Na, viszont kezdek tele lenni. 4-jél többet. Ja. Az, aki védik egymást, hogy milyen páncélok jelentek meg. Jaj, az ektoplazmon tudom, hogy mindig kell. Ektoplazma? Az is egy ilyen nyersanyag. Ja. Lehet farmolni. Vagy egy ilyen. My inventory is full. Újjaj, tele vagyok. Menjünk föl, mert tele vagyok. Kérem most. Mondjuk itt. Hm? Itt a teleportot, itt akarsz. Jó, sok cucc az mondjuk most már lassan jobb lesz a helyzet, ha kapunk majd ilyen extra slotot. Ja, meg lassan meg lesz majd a következő rift. És akkor a következő teleport. Hát ott már fölvesszük akkor, mert most már jelent az idő. Hát nem úgy látszik, hogy vannak jó dolgok. Használnék. Eladtam mindent, jó volt, szép volt. Semmi olyan cuccom, mivel előrébb lennék. És már jó lenne valami normális fegyvert találni. Mindig nincsen. Kaszán túl, mert már kezdem unni. Kaszálsz a kaszával? Hopp, itt egy mozgyere pont. Újratés nincs. Hát kell is ugyanaz a fegyónom, már jó ideje. Gyere. De van valami küldi, várjál. Nem adtuk le. Kettő küldi is van. Hát itt hagytad a küldiket. Nem tudom, most így megkapod-e őket. Megkaptad? Megkaptam már, úgyhogy gyere már. Jövök. De hova kell mennem? De. Ja, itt a boszi. Végére besegítette. Ó, nem dobott semmit, csak sárgát. Nem volt értelme. De egyébként, hogyha a bosszokat öljük az ilyenekből, akkor több ilyen reputációt kapsz, egy hírnevet kapsz az egyes csoportoknál. Gyorsabban nő, mint hogyha csak a sima izéket.
Ó, gyere, van itt egy egyshotos láda. De hogy az nem termelődik újra? Hát egy zöldet dobott. Ez az, ami érdekesem. Ó, kék, ó, zöld, három zöld, kék, egy kék. Tudom. Mit találsz neked? Ó, szerintem neked jó lesz, gyere ide. Gyere, gyere, hogy jobban lássa. Jobban, mint a izi farkas. Gyere, ezt figyel, szerintem ez neked jó lesz, mit szólsz? Meglátjuk. Ó, igazad volt, Huntsman. Egyelőre úgy néz ki, hogy igen. Gyere, ki is próbáltad itt, annak egy páran. Na már tele vagyok zölddel. Kell nézni, van valami jobb. Kétkezes puskán, nem tudok vele mit csinálni. Mi a zöld jobb, mint a kék? Nem mindig, de... Itt találta a kétkeves puskát? Érdekes puskát találtál, amit adtál nekem, olyan vékony puska. De jobban szivat, határozott után. De jobb, ami volt, nem? Persze. Na, végre olyat tudok, olyat is találok, ami jobb, ami használható, ja. Tudod. Nem ide teleportál, hát valahogy. Lesz még egy boss. De volt egy olyan hely is, ahol több boss volt, a háromféle. Hát van, ahol egyébként random. Ja. Na, valami hálót rakott rá a barátod a ellenfélre. Ez az ektoplazma az igazából szokett? Itt. Na, gyere, van itt egy izé. Csináljam. Uh-huh. Tessék, itt a bosszok, hogyha nagyon szerettél volna. Hiányoltam. Itt a bossz. Meg is falt, kb. Valami erős. Jobbobám. Na, dobott két zöldet. Látod, kiírja, hogy 35 reputation with the rovers. Ja, látom. Ó, van egy neked egy kasza. Csak nem unjad meg. Nem, ez is gyengébb. Ja. 179-el kevesebbet sebeznék, hogyha. Menjünk ugyanitt ki, szerintem. De várjál, ott még arra nem voltunk, vagy az már vég? A csücske? Hát, ott a kiárat van, már megnézheted. Ja, a másik oldalon? Aha, két kiáraton. Ja, és most akkor melyiken mentünk? Hát a legalsóan. Na, mert most a másikon jöttem, szerintem. Gyere, lejjebb vagyok. Ja. Itt várlak. Fönn a dombon. Várj, itt most annyi vagy négy fele lehet menni, basszus. Hát majd kerülünk. Megint tele vagyok, basszus. Gyere erre. Én nekem kicsit többet kell szedni, mert kicsit kevesebb a lovettám, mint neked, mint nem sokkal. Nekem most 142 van. Nekem 113, szóval helyen vagyok maradva. De van egyére, még nem is nekem nagyon kellett. Majd akkor kell, akkor fog sok pénz elmenni, amikor bővíted majd a azért ládádat. Uh-huh. És fel kell dönteni, hogy... Ja, nem vittél a csávónak, aki az úton volt? Lehet, hogy ez volt az, nem? Hát nem, mert ugye ez a csávó, aki ott feküdt lejjebb, az ugye bosszút akart állni, de meg elfogadtuk pénzt a csávótól, úgyhogy én most nem tudom bosszút. Ja! Mondom, hogy vannak olyan közösség, ahol nem mindegy. Aha. Nem, csak nem tartom, még nem olvastuk. Úristen, mi ez? Valami nagyon szivat. Ja, a szemek biztos.
Valamelyik itt hallottak. Hát meg itt. Hol vagy? Hun vagy? Terítem fel éppen a... Tele vagyok, hogyha megint mehetünk fel. Ennek a halak meg ülöm könnyen. Megint mehetünk fel. Nyitok egy kaputtót. Erre mennék vissza. Már gyere. Te nem vagy kele? Tele vagyok. Most hol mentél? Vissza, eladok gyorsan. De minden szírszart összeszedt? Hogy mi az? Mondom, hogy a sárgák, a sárgát, a fehéreket, nem csak sárgákat. Sárgákat én már nem is szeretem. Most már lehet, én sem fogom hallanosan. Aztán, ez még jobb ez a fegyó, de nem tudom használni, 24-es szintől lehet. Mi pisztoly vagy mi? Nem, puska. Pisztolyok nem jók. Semmi. Bár mondjuk annyi, hogy ez csak sárga mondjuk, de jobban szivacsokkal. Ja, mehetünk is vissza. Na jó messze, azt mondja, itt lesz az a kapu. Teleport kapu? Jaj, és hova jöttem basszus? Nem oda jöttem. Hol mentél? Na mindegy, mert itt is hagytam még egy csomó cuccot, úgyhogy szerintem a barlangba, de vissza tudok menni a portálba tudok menni, nem? Persze. Szellembarlang szerintem. De ezt nem érti. Ja, félre kattintottam biztos, mi? Feltartóztatni from the same rift gate. Jelenzód. Na, itt vagyok. Mehetünk. Hé, itt is van egy lemenő. Ja, ez az, ahol te kijöttél. Ja, de lentél, ahol voltunk. Szólok. Jó, még itt egy journal, azt hogy tudjuk összedni? Igen, meghozom valami jobbra gyerem, itt van egy ilyen lerombolt váron. Ja, te most nem vértél vissza? Na, már hiányoltad a halottakat, itt vannak. Ujjaj. Húzós a mennyiség. Valaki felébreszti őket, vagy mi? Volt egy Revenant is közelebb. Igen, hát azóta a Diablóba is. És ott élesztette föl. Semmi, itt van. Hát ez fölösleges. Ja, nem ez zöld, nem sárga. Ott egy journal, de azt hogy tudjuk. Ja, igen, itt vannak ezek a nyílpuskás csontik. Ah, jó sok iszkét adnak már ezek a journalok. Majdnem ezzet adott. Boss? Nem, csak sokan vannak. Kemény legények vagyunk. Na, egy gyorsan fogunk szintet ugrani. Most merre? Ez ugyanoda vezetnem.
Hát szerintem ugyanaz összefügg majd csatlakozni, hogy mit tudsz fordulni majd. Kicsit átláthatóbbak a helyek egyébként ezek egyhez képest. Szerintem. Azt, amik vannak itt. Igaz, hogy ezek mind sárgák, de eladásra jók lesznek. De az eleje az Act 2-nek még nem olyan húzós. Na akkor ennyi küszök, hogy felveszem, mert... Jó van. Sok lesz a hely a videónak. Jó van. Körbenéztem, akkor ennyi volt, ja. Akkor még ennyi kis eladni. De itt lesz egy kisebb város majd, ahol szintén lehet eladni. Óta. Azt hiszem igen. Hogy? Azt hiszem igen. Jajajaj. Úgy lesz. Minden folytatjuk. Azért, hát most összegyűjtöttem az én is valamennyi pénzt, ugye vásároltam ezt, azt is. Hát de még nem vásároltam kb. Semmit. Meg mindig dob egyes szintű szokateked, azt is. Tudnék azzal valamit is kezdeni. Az a vicc. Küldünk már nincs, ugye? Azt most a minimum megnőtt, 1200 valamennyi volt így veled együtt a... Van küldi, csak azokat majd teljesíteni kell, azok, amik így fogunk találkozni. Folytatjuk. Ja, köszönjük, hogy visszatok minket, mert elég sokat fejlődtünk most, úgyhogy... Elég szép területet haladtunk azért most. Ja, de kette, jó, gyorsabban lehet haladni. Ez nem rakja össze ezeket a cuccokat, basszus. Nekem összerakja. Tudom, valamiért nem. Valamit, ami ugyanolyan, azt nyilván összerakja, úgy mondva. Jaj. Érdekes, hogy nálam nem tudom, hogy miért nem. Na. Most semmi olyan cuccom nincs nekem most a korábbi karaktereimtől, amit oda tudnék adni, ami úgymond használható. Ezt várja, ezt a Tainted Braid Matter-t ezt nem vették el? Mondta, hogy ne adjuk. Nem, az kell majd valamihez. Ja? Az kell majd valaminek a készítéséhez. Na, köszönjük, akkor néztetek minket, akkor folytatjuk majd a Act 2 igazi nehézebb részeivel. Halló, halló. Ja, sziasztok.